tetőtől talpig látlak. Nézlek, és nem bírom tovább egyetlen moccanásra. Puhán megindul életem, mint omló homokbánya. A Szaléziánum idei harmadik kiállításán Meleg Sándor Máté, a Veszprémi Főegyházmegye papnövendékének festményeit tekinthetik meg az érdeklődők. Nagyon vigyáznod kell, hogy megtaláld a festészetnek, mint hobbinak, és a lelkipásztorkodásnak, mint hivatásnak az egyensúlyát, mondta Márfi Gyula érsek március 18-án. A megnyitón közreműködtek Tamály Zoltán és Magyar Zsolt papnövendékek. A képeken találkozhatunk Krisztussal, Szűz Máriával, valamint a természet szépségeivel. Sok helyen szerepelnek vizek, hegyek, virágok és állatok. És valóban nem mindennapi dolog, hogy egy kispapnak kiállítása nyíljék. Örülök neki, hogy ez megtörtént, és örülök annak is, hogy a Máté, ez egy olyan fiatalember, akinek úgy látom, hogy a hivatása szilárd, és nála a festegetés az egy ilyen hobbi tevékenység, amely neki úgy látszik örömet jelent, meg másoknak is, és így nagyon jó kiegészítheti a lelkipásztori munkát majd, és bizonyára meg fogja találni a kettőnek az egyensúlyát. De meg azért is örülök, mert a kispapjaink között sok nagyon tehetséges ember van. Hát vannak például olyan jogi doktorátusra, jött be kispapnak a szemináriumban, jelenleg már Rómában tanult, de ő is amellett kantorizál is, és a Collegium Germanicum et Hungaricumnak, amelynek ugye német vezetése van, egy magyar kispapa kántora jelenleg. Azon kívül nagyon sokan vannak, mivel rendkívül muzikálisak, és akik tudnak hangszereken játszani. Ez, hogy festeget mind a Máté, ez viszonylag ritka, de milyen jó, így szép és így színes a világ. Az, hogy pap szeretnék lenni, az már 8 éves korom óta megfogalmazódott bennem. Nekem ugyanis volt egy balesetem gyerekkoromban, elütött egy autó engem, és az orvosok már lemondtak szinte rólam, Budapestre vittek, mert azt mondták, hogy siafokon nem tudnak megmenteni. Aztán utána azt mondták, hogy nem fogom túlélni, mert a gépekről is le akartak kapcsolni. Aztán egy hónap után felkeltem a komából, és ekkortól döntöttem el, hogy pap szeretnék lenni. A festészet az 2014. decemberre óta foglalkoztat engem. Igazából úgy kezdődött, hogy akkor még katekéta szakra jártam, hogy tanári szakra. Aztán felmerült a kérdés bennem, hogy mit csinálok szabadidőmbe. Verset írjak, vagy pedig rajzoljak. Először csak grafit rajzokat csináltam. Grafikát szerettem volna megtanulni, jól rajzolni, jól csinálni. De többen mondták azt, hogy próbáljak meg színes képeket is csinálni. Így hát elkezdtem temperával festeni először. Nagyon az is tetszett, ugye. Nagyon tetszett az, hogy a színt kikever, tehát így több színt összekeverek, és akkor az árnyalat az is visszaadja, ahogy keverem a színeket. A kedvenc témám az a víz és a rózsa. A rózsa az gyerekkoromban vissza volt még, mert gyerekkoromban, amikor kicsi voltam, sosem tudtam, mit rajzoljak, és mindig a rózsa mellett döntöttem. Sok rózsát rajzoltam, amúgy most is sok rózsát rajzolok. Nemrég óta kaptam az egyik tanáromtól, a filozófia tanáromtól, dr. Birher Nándor tanár úrtól olajfestéket. Ennek nagyon örültem, és azóta is olajfestékkel festek. Eszembe jut egy történet. Egyszer valaki kérdezte tőlem, hogy ő elvesztette a hitét, úgy érzi, elvesztette a hitét, és hogy ez hogyan, mit tudnék neki tanácsolni. És akkoriban nagyon benne voltam ebbe a festészetbe, és mondtam neki, hogy rajzoljon valamit, mert teljesen másképp látja a rajzoló, amit rajzolt, mint más, amit más kívülálló, ahogy látja. És ez egyfajta hitet adhat az embernek, hogy én, ahogy én látom, hogy amit én hiszek, az én hitemhez hozzátartozik, és másoknak. Ez meg szinte az impressionizmus, hogy ki mit lát belőle, ugye. Hát továbbá nincs nagyon összhangba a kettő, ugye a papi hivatás, ez csak egy ilyen hobbi, viszont szeretnék majd hát a gyerekekkel rajzolni, vagy akár felnőttekkel is szívesen, mai napig szívesen tanítok másokat is, amennyire tudok.
A kiállítás május 7-éig ingyenesen megtekinthető a Szaléziánumban.